A védőnői szakma Hungarikum, nemzetközileg is egyedülálló ellátási rendszer működik Magyarországon. A védőnők egészségügyi, szociális és mentálhigiénés területen is fontos feladatokat látnak el. A szakma státuszát meg kell erősíteni, a védőnők bérét rendezni kell és biztosítani a folyamatos védőnői utánpótlást. Nyíregyházán ebben a felsőoktatási intézményben tanulnak védőnők. A szakma itt népszerű, minden évben van elegendő hallgató ezen a szakon, és ebből adódóan a város védőnői körzeteiben nincs üres állás. Nem úgy a megye más területein, sőt országos szinten 284 településen található üres védőnői körzet, főként a kisebb falvakban. A védőnők szakmai szervezete szerint probléma jelenleg mintegy 3000 különböző munkáltatóhoz tartozik, a több mint 5000 Magyarországon dolgozó védőnő, ami helyenként a lakosság felé nyújtott szolgáltatás színvonalában is érzékelhető eltéréseket okoz. Emellett a védőnők szeretnék, ha a bérfelzárkóztatásuk a kórházi dolgozókhoz hasonló ütemben történne meg. A szakmai feladatok terén pedig a várandós és csecsemő gondozás mellett a családok egészségvédelmében, az iskolai egészségügyi prevenciós munkában is egyre nagyobb részt vállalnak a védőnők. Szoros személyes kapcsolatot tartanak gondozottaikkal, melyek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban egészségügyi, szociális, mentálhigiénés tanácsokat nyújtanak. Ezen kívül szűrővizsgálatokat szerveznek, védőoltásokat készítenek elő, egészségnevelő és más egészségvédő közösségi programokat biztosítanak a gondozottak számára. A témában két vendég is itt van a stúdióban, dr. Szalzman Marianna megyei tisztifőorvos és Balázs Ildikó vezető védőnő a mai vendégeim. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Talán csatlakozzunk akkor ahhoz a témakörhöz, amit felvázolt a bevezető anyag, hogy számos problémával kell szembenézniük a védőnőknek, illetve a védőnői hálózatoknak. Úgy tudom, erről egy szakmai konzultáció is zajlik jelenleg. Hol tart most, és milyen problémák merültek fel ezeken a konzultációkon? Igen, ahogy a bejátszásban is elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is érezhető ezek a tapasztalatok, amit a bejátszásban elhangzott, és valóban egyrészt a leterheltség, ami a védőnőket jellemzi, másrészt pedig az, hogy a védőnők hovatartozásának a kérdése is felvetődött az utóbbi időbe, ami azt jelenti, hogy keressük, vagy keresik a szakmai vezetésünk is a lehetőséget, hogy hogyan lehet szakmailag egységesíteni a hálózatot, illetve a finanszírozási kérdéseket is. Hogyan kapukat lehet. Döngetnek a védőnők? Én úgy gondolom, hogy igen. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Védőnői Szakmai Kollégium elnöke egy konzultációs körúton van az országban, és a minden megyét föl fog keresni, és kéri a védőnőket, hogy jelezzék azokat a problémákat, helyzeteket és tapasztalatokat. És hát ezek a tapasztalatok, illetve ezek a konzultációk majd segítenek abban, hogy hogyan és mint tudják ezt az egységesítést megvalósítani. Ugye elhangzott a bejátszásban, hogy egyik probléma, hogy több mint 3000 munkáltatóhoz tartozik ez az 5000 védőnő, aki dolgozik ma az országban. Ez azt jelenti, hogy jelentős eltérések vannak a feltételekben, az eszközrendszerben például, ami a rendelkezésükre áll? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a védőnői szolgálat, mint az egészségügyi ellátás részeként a önkormányzatok feladatkörébe van téve, hogy mint kötelező alapfeladat a védőnői szolgálatokat működtessék. Az önkormányzatok gyakorlatilag különböző módon próbálják a védőnői szolgálatot működtetni, vagy intézményt hoztak létre, vagy pedig az önkormányzat a munkáltatója a védőnőnek.
vagy pedig vállalkozási formában is működhet például a védőnői szolgálat. És persze szoros együttműködés kell legyen a házi orvossal. Természetesen az egészségügyi alapítás része a házi orvosi, házi gyermekorvosi hálózat, ami szintén az önkormányzatnak a feladata, hogy ezt működtesse. És hát a védőnők ugye a várandóság korától egészen a tankötelezettségig, illetve hát az iskolavédőnök a iskoláskor befejezéséig látják el a gyerekeket, és hát természetesen szorosan együttműködve a házi orvosi, a házi gyermekorvosi rendszerrel. Ugyanakkor amellett, hogy ugye a házi orvost megválaszthatja a család, illetve az anyuka, a védőnő az adott? Így van, a védőnői szolgált, a védőnői körzetekre terjed ki a területi védőnői ellátás, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat egy közgyűlési határozattal dönt a körzeteknek a kialakításáról. A védőnői körzetek állandóak, és csak azon a földrajzi területen tudja a védőnő a feladatait ellátni. A házi orvos, házi gyermekorvos választható, és ebből fakadóan nagyon fontos, hogy az együtt gondolkodás és az ellátásban való együttműködés. Én azt gondolom, hogy most olyan lehetőséget kaptunk a 2017. szeptember 1-től hatályba lépett új szakmai módszertani irányelv alapján meghatározzák a házi orvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálatoknak az együttműködésnek a kereteit, ami azt jelenti, hogy lehetősége lesz a védőnőknek, házi orvosoknak egy olyan informatikai rendszeren keresztül megvalósítani azokat a feladatokat, ami a kompetencia körébe kerül. És az annál is inkább fontos, hiszen egyre bővül a védőnöknek a kompetenciaköre, egyre több szűrővizsgálat kerül a védőnői hálózathoz. Így igaz. A cél az, hogy ha egy vizsgálatot egy egészségügyi szolgálatban dolgozó elvégez, azt a másik dolgozó, jelen esetben a házi orvos, házi gyermekorvos ne végezz el újra. Tehát amit a védőnő szűrővizsgálatként elvégez, egyrészt ugye a szomatikus vizsgálatok, a pszichés, mentális és egyéb szűrővizsgálatok, érzékszervek szűrése, az már a házi orvosnak ne kelljen újra elvégeznie. És ez alapozza meg azt az újra gondolást, hogy hogyan tudjuk ezeket a feladatokat összeegyeztetni, együttműködve, hogy mind a házi orvosi, mind a házi gyermekorvosi feladatok is maradéktalanul megvalósuljanak, illetve a védőnőknek is a feladata az el legyen végezve. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez az együttműködésnek a kereteit olyan csatornákba tudjuk bevonni, és olyan módon tudjuk elérni, hogy ne legyen, ne okozzon gondot a házi orvosnak és a védőnőnek sem. Itt elsősorban itt az informatikai háttérre gondolok most, ami azt jelenti, hogy egy olyan egységes védőnői informatikai rendszert használnak most már a védőnők, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy gyermeknél megállapított védőnői vizsgálatok alkalmával megállapított fejlettségi szintet, azt mondjuk a házi orvos azt látni fogja. Amellett, hogy a munkáltatók köre az nagyon széles a védőnök körében, a szakmai felügyelet az nagyon is egységes, hiszen az állami népegészségügyi és tisztviselő orvosi szolgálat látja el a szakmai felügyeletet. Dr. Szalazman Marianna, hogyan látja a védőnők, a megyei védőnők működését, szakmai működését? Én minden esetre csak szeretném felhívni a figyelmet mind a lakosságnak, mind mindenkinek, aki minket hallgat, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Magyarországon bizony védőnői hálózat működik. Tehát azzal, hogy van egy a hálózat, ahogy Ildikó is említette, a születéstől 16 éves korig a gyermekeiket, a kincseinket tudjuk követni. Na most ezzel a hálózattal ugye először kint vannak a kórházi védőnők, akik ugye már gyakorlatilag az adatokat megkapják, illetve ott vannak ugye a területi védőnők, vannak az iskola védőnők, a járási intézeteknél, tehát a népegészségügyi osztályoknál. Ott vannak a járási vezetővédőnők, és hát Ildikó egy személyben nálunk megyei szinten, mint megyei vezetővédőnő.
de ez a hálózat ez mindig úgy épült fel, hogy országos irányítása. Tehát a módszertan az alapján, amin alapján dolgoznak, az országos irányítása az OTH irányításával ment, most az OTH bekerült az EMI-be, tehát gyakorlatilag a minisztérium irányításával megy az ő általuk elvégzett munka. Mindazonáltal én azt szeretném, hogy tényleg miután nálunk van igazán a tevékenységnek az irányítása, és mi is mondjuk bekerültünk egy rendszerbe, akkor esetleg ez lenne a, talán a legcélszerűbb, hogy egységesíteni ezt a rendszert, és akkor a védőnők is kerülnének bele inkább a kormányhivatalnak a kereteibe, hiszen akkor mindenki átlátja a munkát, és egységes nem csak az irányítás, hanem esetleg a bérezés is. Reméljük, hogy ez a konzultáción keresztül meg is fog valósulni. Balázs Ildikó, dr. Szalszma Mariannak köszönjük, hogy elfáradtak hozzánk a stúdióban.